csinálja a dolgát. Ez meg én meg nem állítottam be magamnak csetet. Úgy nekem, hogy ilyen hangosan meghallják. Álljátok, srácok! Semmit nem látok. Hello! Ja, oh, hello, tezsú! Eladó, rizes, szeles, fémes, mindenes. Na, nem streamelünk. Mi nem? Nem tudom, szerintem azért nem dobja fel, mert nem Dark Souls. Ja, tönkre ment. Úgy pazzeg, nézd már minden. Minden is Dark Souls. Doom és Dark Souls, bár Bloodborne, tehát így minden. Szerintem sem néz ki máshogy. És komolyan rá kell keresni magunkra. Hobbot feldobja, aki nem streamel. Tehát... Jó, hát most ez van. Á, gyerekek, be kell írnom a csatornánk nevét, hát mit? Hát, kezdőlapon kéne, hogy legyen. Hát amúgyban... Default Teach-nek kéne lennie, érted? Default Teach? Ahogy szerintem front vagyunk. Igen, közben megjelentem. Nagyon szuprémó. Majd osztogasd már meg, hogy elkezdtem, aztán majd jössz. Jó, oké. Szóval, srácok, röviden beköszönök én is mára, majd érkezem nem sokára, de egyelőre Lacira bízom a dolgokat, régen rossz volt. úgyhogy majd jövök nem sokára, addig bírjátok ki nélkülem valahogy. Tudom, hogy nehéz lesz, de igyekezzetek. Jó, elméletileg futunk, szóval bár a csetem az nem akar még működni egyelőre. Minden csinál, újra csatlakozik. Itt hagyom a telefont? Az megoldható. Úgy látom, hogy jó. Nem jó. Jó, hagyd itt a telefonodat, jó? Ott van, miért? Király, jó van, zsír, ezt tudom, látok. Jövök mindjárt, így a hátrác. Jó van. Na, szóval császrácok, Csövi Roli, azt a kurva, de gyors voltál. Jaj. Na hát folytatjuk az Evil Victim-t. Igyekszünk ma a végére járni, 12-es chapternél járunk, annak is körülbelül a felénél, szóval egész jók vagyunk. Aztán meglátjuk, hogy hova lyukadunk, jó? És mindenkinek bocsánat a címért, ez most az én felelősségem. De már a kurva anyámba megyünk? Bízunk a baj. Várjál, mivel mit csinálok? Ezzel célzok, azzal lövök, ezzel kukolok, oké. Szia Kata! Nem nióztam, mert nem is nagyon voltam otthon a hétvégén. Volt, hogy is mondjam szépen, karitatív szolgálatot tettem Krisznél, és majdnem minden nap itt voltam. Nem neved, dolgozzá! Mindig kívülről beszél be. Olyan rossz ez a gyerek. Volt tervben, hogy belenézek, de igazából amikor még a béta volt kint, akkor próbáltok Krisszel, nehéz volt, nagyon, és nem hozott kedvet az egyhez sem éppenséggel. De viszont szépnek kurva szép, és én örülök neki, hogy csinálták továbbra is a Niót, és nem álltak le vele, mert alapvetően szerintem az egy jó játék, annyi, hogy meg kéne tanulnom vele játszani egyszer. Persze, hogy hajtom, Krisz, hát ne vicceljetek. Valakinek dolgozni is kell. Ha ő nem dolgozik, akkor mi lesz? Képzelj bele. Vagy gondolj bele, vagy mi. Beszélni sem tudok. Hát igen. Igen, láttam már érdekes dolgokat a drága látos egyel kapcsolatban, és nem vagyok meggyőződve arról, hogy amit mondasz, az teljesen úgy van. Jó, itt sokan vagytok, és ráadásul dinamitosok. Nekem meg nincsen, aminek lenni kéne. Ah, kurva! A faszom belétek. Ne!
Ah, fasz. Itt sokan vannak, he. Mármint ezt így... Mi a fasz? Te feküdjél le. Hát a pontosságra megérte adni minden egyes fejlesztési pontot várok, amit arra adtam. Csak így hozzátenném. De amúgy, Broly, te mit mondasz a Nioh 2-re? Így az egyet már sokszorosan és streammel párhuzamosan is kivéve. Egy millió Amarita után, meg annak elvesztésével, meg minden után. Jó lesz? Értem. Az az egyenes kurva jó, az mindent elárul. De te honnan vettél észre is, hogy ki vagy, és hogy miért látsz te engem is? Át te lennél az? Hoppá! Jó, hogy az mesterlövész! A kurva anyját! Igen? Uff! Kanyó! Szét fogja lenni. Pillanat, srácok, csak egy kicsit túltengitta. 60-ig felfarmoltad magad a demóba? Az igen. Akkor gondolom platiná vizé, vagy valami deluxe edition-t veszel belőle. Nem ott lentebb belőle. Ja, már elő is van rendelve! Ó, oké. Nekem most kiesett, egy kicsit kialvatlan vagyok, ami azt illeti. Tehát előre is bocsánat érte, de... De igyekszem lélekben és testben is kellően itt lenni. Vagy legalább az egyik. Amúgy mennyi volt az előrendelés? Egy 20-as? Tehát gondolom teljes áron mozgott az is. Jó van ez. De nekem is, amint bejön az ösztöndi, én is berendelem az Eternát. Már nagyon várom. Egész felhype-oltam magam rá a dologra. Biztos kurva jó lesz amúgy. Valami olyan kamu hírt láttam, hogy 1000 FPS-sel is lehet játszani majd? Vagy mi a fasz? Én meg így néztem, hogy azt minek? Fel se fogja az agy. Nem kamu hírt. Hát én értem, de azt már fel se fogja az emberi agy. Nem, hogy a motor képesre, ez volt a lényege. Ja, hogy ennyire jó motorral csinálták? Igen, tehát, hogy ha lenne hozzá vasam, akkor futhatnám annyival. Jézusom, azért ez ijesztő. Tehát közben ismeretlen forrás megerősítette, hogy ez tényleg igaz. Ismeretlen. Attól, hogy feljöttem hozzá streamelni, még nem jelenti azt, hogy ismerlek. Igen, állítólag a forrásom szerint képes rá a grafikus motor, ami egy kicsit ijesztő továbbra is, azt mondom. Fel sem bírjuk fogni, tehát nekem például az én szememnek még a 60 FPS is sok néha, mert hát... A gépágyú zombi kurva anyádat! Ezt viccelsz, ezt nem hiszem el. Gépágyúja van! Az korrekt. Igen, tehát hogy nekem még a 60 FPS is sok néha. De hát figyelj. Ha képes rá, akkor használja. Amennyit csak lehet belőle, használja ki. Bár nem tudom, hogy van-e értelme. Igen, ezt én sem tudom, mióta tudnak katonai autót lopni és azzal rám lőni. De mihelyest rájövök, igyekszem nektek szólni. Hogy ezt így most eljelölték, és aha. GG. Na, várjunk. Tudok, van gránátom. Próbáljuk meg, hogy ez egy... Nem próbáljuk meg. Kicsit odébről.
próbáljuk meg, hogy ez egy olyan autó-e, mint az összes többi a világon, és hogyha egy gránátot dobsz rá, akkor képes lesz felrobbanni. Nem! Ez egy olyan mérhetetlen minőségű autó, hogy képtelen felrobbanni. Igen. Sejtettem, hogy ez lesz. Pisztor szovjet! A tipik Lada. Egy casual Lada. Na de az ott, hogy nem vesz észre? Oké. Lábszáról lőttelek, te gigoló. Na. Jó, reméljük, hogy ennél valamivel jobb lesz céloznia. Ne karatéjozzál, Mante Gatti. Nem csak, igen. És itt fel tudok menni, és... Ez így amúgy kinda elvállalható. Mármint, hogy így jobban vagyok ezzel, hogy én használom. Az, hogy ők használták, az már annyira nem tetszett. Bár azt nem értem, hogy a pisztollyal kevesebb lövésből halnak meg, mint a géppuskából, de ezt inkább most hagyjuk. Most vegyük úgy, hogy nem így van. Micsoda kommandósok? Kaci! Tehát egy M14-es kommandós zombi. Meg kalapácsos, hát az város közepén az nagyon, nagyon releváns. Ja, így csinálok a beteg gémet, eskü. A Dimidzsén lehet, a Freten is. Csak fogalmam sincs, hogy az mennyibe került. Kurva drágák a fejlesztések, az a baj. Please hurry, hát én hurryznék, bazd meg, de jó, akkor menjünk. Keep them off me. Mi a fasz? Jézusom! Na jó, elmentek a faszomba. Pillanat, srácok, mindjárt oda nézek, hogyha... Ja, hogy onnan kell őket leszedni. Fel tud robbani? Yeah! Szétlőjük a buszunkat. Logikus. Mert az nem egyszerűbb, hogy ő kihajol és leüti őket, nem, nekem kell golyószóróval leszedni a buszról. Mert hát az a busz, az mindent kibír. És a pisztoly lőszerünket pedig olyan szinten megcsappantotta, hogy már fáj. Vaházslatos. Mi ezt a seggarcot, az meg itt hilleljük már a játék eleje óta konkrétan. És nem éppen úgy néz ki, mint aki oly nagyon túl szeretné élni ezt az egész játékot, maradjunk anyom. Jó, így úgy. Ennyi, amúgy, ha már géppuskánál voltam. Jó, hogy én vezetek? Oh, nice! Hú!
Érdekes a fizikája, maradjunk annyi, egy kicsit. De tök jó ezek a kis minigémek benne. Mármint én tök értékelem. De... Nem a Happy-val vagyunk? És a csaj vezet? Ezt most nem értettem. Rurik bácsi epik még mindig. Ő megmondta, hogy nem ezeket a droidokat keressük. De ez a... Jeci, és nem horpadt be az eleje, figyeled? Tehát átment egy komplett társasházon, és nem horpadt be az eleje. Van egy pár ismerősöm, akik szeretnének ilyen autót. Amúgy meséljetek, mi újság veletek. Minden királyságos, boldogság van, megjött a segély, ám ez csak rólitok jön. Úgy szeretnélek kibannolni, de úgy! Csak sajnos azt a csatornát, amivel streamelünk, nem lehet. Bár magamat lehet time-outolni? Tehát ez nem én voltam, mert én játszom, Krisz meg odakint dolgozik és ír a csetre. Mert hallja, amit mondok. És ez hallatlan. De várj, akkor most ő lényegében nézeget engem? Ez ijesztő. És mindjárt beírja, hogy nem, hogy mentse a bőrét. De ezt már elbukta. Most már egy világ tudja. Én ehhez most nem szólok semmit. Csak csöndben tűröm. A fájdalmat. Semmi? Semmi. Jó boly. Luti-lut. Luti-lut, adjad ide. Ahogy agylével elég rosszul állunk, ami azt illeti. Sőt, kimondottan rosszul. Aha. És hogy akarsz oda lejutni, vagy átjutni, vagy hova akarsz te menni most? Igen, nagyon korrektül megmondtad. Köszönöm szépen. Isten királycsászár vagy. Hát, gondolom. Ó. Oh. Szét kell lőni. Jó, hogyha ez ilyen lassú lesz mindig, akkor úgy érzem, nagyon fogunk szopni. Hopsz, egy láda. Aj, lootot! Aj, lootot, te gaci! Akarom mondani, te fészkes fenete. A macska rúgja meg. Jézus. Jesus. What could cause this much damage? Is that a subway sticking out of the ground? Yeah. But look how it's positioned.
If we can get over there, we might be able to use it to get across. Aha. Let's just concentrate on getting out of here. Közelebbi emeletes házak közötti metrót nem találtatok volna? Muszáj úgy odáig elmenni? Csak úgy kérdem. Nem kötekedésből, csak úgy kell. Ha azt ellőjük, haragudni fog a játék. Itt mi van? Itt mi? Mondd, hogy valami titkos ultimate loot. Jaj, nekünk erre kellett jönni. Akkor a másik részen, ahol le lehetett ugrani, ott lett volna a loot. Mindegy. Ezt beszoptuk. Valaki nagyon sejti, hogy itt vagyunk. Vagy fogalmam sincs, hogy ki. Hogy miért, és hogy... Ne, őt nem akarom! Az igen. Ó, a kurva anyádat. Ó, baszd meg. Nem lehetett volna őt így kihagyni a játékból? Úgy véletlen. Istenem. Hatástalanítsad már. Te dolgozzál már! Istenemre mondom. Ez így sokkal bosszantóbb, hogy nem itt ül mellettem, hanem utólag írja be. De... Jó, besétált a tűzbe. Hagyjuk. Én szerintem nyugodtan csinálja úgy, hogy jónak érzi. Én aztán nem kérem számon. Jó, ez jó. Az... kurvára megérte. Jó. Ahogy itt volt valami, és ez berobbant. Oh. Kinda good. Nekem oké. Az egy Rubik utánzat. Jó, sejtem. Pé! De személy! Kata! Ne! Ez nem a perfect timing. Tehát... Ne létszi, ne csináld velem. Nem tetszik nekem az a széfes faszi. Őszinte leszek. Pedig nem vagyok egy válogatós ember, de azért... Maradjunk annyiban, hogy talán nem ő a... kiválasztottam. Oké. Okay. Ó, nagyon oké, zsír. Oké. Okay. Menj. Az. Király. Ó. Oh. Ezt most vegyem úgy, hogy lecserélsz minket.
aranyos, hogy köszönjük szépen. Ezt a nézői hűséget nem tudja megfizetni nekünk senki, és semmi. Igen. Bolondok. Azokat ki lehet ott nyitni? Nem. Sír. Hát, na valakinek annak is lenni kell. Oké, őt megvárjuk még ideje. Ne láss meg. Ha valami hülye bug miatt meglátszgetsz, itt tökön szúrom magam. Á, ez nem igaz. Kösz. Maradtál le? Nem maradtál le semmire, nyugodj meg. Mi sem sietünk sehol. Na most ki látott? Mi? Püljön, Billy! Á, segbe akartam lőni. Hát ez nagyon mesterien jött össze maradjunk annyira. Srácok, pillanat. Ó, ott lent van valami, majd ott, oda lehet le kéne most menni, mi? Ott van egy szép, és az nagyon nem nyugtat meg. Az igen, tehát oda akartalak csábítani, te meg fasz fejjel mész oda. Gratulálok, büszke rád a nemzet. Oh, ott egy angyalka! Na, angyalkát megszerezzük. Négy menne, bagolj be! Ah, ez az. Jó. Csapdátlanítunk. Oké. Csapdátlanítunk itt is, mert úgy érzem, itt valami üldözés lesz nagyjából. Oké. Most oda... Hogy? Hát de úgy oda, hogy? Hogy ezt így szétlövöm és megkapom? Ó, hogy oda úgy leesik? Aha. És én oda le tudok most esni? És amonnan. Igen. Amúgy tényleg olyan. Na, de ugorj már le, hát én nem hiszem el, hogy nem tudsz oda leugrani. Nem annyira vészes ez. Ez meg.
le kell lépcsőzni. És hát persze szép fej majd ott lesz, ahogy őt ismerem. Ops. Oké. Okay. Loot. Nagyon sok a loot. Nekem ez gyanúsan sok a loot. Főleg az agylé. Az zseniális, hogy sok most százassával adogatja. Pimp. Damn boy. Ez a játék vége, ez... Mi a fasz? Bazd meg! A kurva élet, itt meg nem tudunk visszamenni, mi? Hát akkor maradunk a jó öregű módszernél. Gyere, geci! Mi? Hajj már meg! Várjál, töltök. Mondom, várjál. Hogy ez itt így infinite jön ilyenkor? Nem ide esett le az angyalkából a kulcs? Valahova. Hát ezt most nem fogom megtalálni. Ó, Máriám. Hogy ott volt a kulcs? Megvan a kulcs! Várjál, hílelek. Tardig nem bántasz. Mondom, nem bántasz. Jó, értem. Jó, hát akkor fussunk. Aztán... Ne üss meg, jó. Ja, hogy ez rám ömlik akkor? Oh. Ez úgy kellemetlen. Oké. Okay. Egy pillanatra azért bennem is bennem volt, hogy így azért játék vége fel a 13-os chapternél azért majd kicsit nagyobbat fog sebezni, de nem. Viszont srácok, én egy pár perc múlva szerintem elvesztelek titeket, mert lemerül a telefon. Hacsa. Ez. Tökéletesen beleillik. Nem veszítelek ebben neteket. Ügyes fiú. Köszönöm szépen! Micsoda pozitív vagy már! Ez a kollégai magatartás az, amit szeretek, látod? Így már megéri bejönni dolgozni. Rakok egy flash-nét hónap dolgozó, hogy a harmadikán megkapod, mit szólsz hozzá? Most téged dicsértelek, te faszfej! Én ma megkaptam. Ja, hogy te már megkaptad a hónap dolgozó. Én megkaptam. Én elsőjén a hónap is megkapom. Hazudtak. Nem tűnt föl, úgyhogy jól érzem magam. Placebo. Mentem. Oké. Okay. Jó. Hatástalanítsad, gyerünk. Jó. Futás. Felvesszük a mindenséget is. Jó. De ne szorítsd be, légy köszi. Erre a kulcsot akkor most felvettük már? Oké. Szerintetek erre lesz időnk? De szerintem nem. De! Kinda lett időnk rá. Oké.
Oké, okay. Vissza, 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 vissza. Nem már! Nem már, Léci! Mondd, hogy itt nem tud megütni. Jó. Hú! Mi? Nem, vissza. Ez necces volt. Tiszta a terep. Túl, lé! Azt a száraz kömény magleves mindenségit. Oké. Okay. Oh. Nice, akkor valószínűleg arra kell mindjárt tovább menni. Először is nézzünk széljel. Uh-huh. Oké. Okay. Azt már tudjuk, hogy nem arra kell tovább menni, hanem erre. Jó, egy mentőpont lassan majd egy ilyen kis fejleszteni akarnék dolog, nem ártana. Ah. Azaz tört, hogy nyugodtan már meghódottam. Hmm. Oké, okay, ezt berúgjuk, mert nem rúgjuk be. De ez így mentek volna. Gets his victim all worked up. His unholy traps. When it was happening to me, I could see what was going on. I could see it, but I couldn't turn back. I had to know. I had to know the truth, and he knew it. Mm-hmm. Detective Castellanos. Yeah, Rikesh. Level with me. Am I going crazy? If one wishes to survive. No, várom a. A tippet, hogy akkor mit nyissunk. A döntésünk mindig tietek, srácok. Hanyadik sor, hanyadikja. Van már egy csomó nyitva, hála jó Istennek. Valamivel válogatni. Valami ad még nekem valamit, ami nekem jó. Hát annyival kevesebbet kell craftolni. Ó, ő kell. Na? Ne már! Banyeg! Amikor meghaltunk, respawnolt a szobor. Ne írjatok semmit. És az menekülés közben ki kellett volna lőni a kis angyalkát, hogy... Hát igen. Jóval a cipaznak. Jóval a cipaznak. Hát ezek drágák. Szerincs... Végül is még majdnem azt mondanám, hogy oké, de előző nézzük szét ez a Fire Lair-ét. Maradhat. Ez... A charge time-ot, ugye mi a felhúzási időt vesz jelentebb, és az nekünk jó, azt maxoljuk is ki. A reload time-ja az amúgy egész... adjunk rá egyet. A reload time-ja az jó, mert ezzel nem lövünk sokat. Tehát... Eddig mindent is neki lehetünk amúgy.
Jó lesz így, menjünk tovább. Nem mentettünk. Még időben? Reszeli a körmét a kurvája, néznek. Szétomlik a világ, neked sincsen jobb dolgod, mint kozmetikázni. Jézusom. Na nem mondok semmit. Hát mondjuk, hogyha... ha ennél csak jobban haladunk be, akkor már lehet be lesz fejezve a játék. Na és akkor utána, hogy mi lesz? A meg már jó kérdés. Opszi. És ilyenkor most... mi van? Jó, hogy ez végre kinyílt! Nice! Te mit adsz nekünk, agylevet? Tök jó amúgy, hogy mire elfejlesztünk mindent, akkor kezd el adogatni az agylevet. Szeretjük ezt a játékot, szeretjük. A legfontosabb. Hát figyelj! Ha te mondod, én hiszek neked. De mi az ott? Mi a fro? Mi? Ne! Menj innen! A kurva! Hát azért nem vagyok benne biztos, hogy annyira mindegy lenne az agylé szempontjából a dolog. Már csak azért, mert ugye egy átlag játék végén van boss fight is. Nem érzem magam olyan overpowerednek a játék végéhez képest. Ennél azért kicsivel szeretném tökösebbnek érezni kedves detektív Castellanost. Hogy egy kicsit úgy olyan odabaszósabb legyen, érted? Egy kicsit úgy mutassuk már meg, hogy hogyan fingik a ló, vagy valami. Hát de... miért érzem úgy, hogy amúgy erre kell jönni, és hogy én még meg akartam nézni, hogy amarra mi... ja, hogy ezt ha közeledem hozzá, akkor is berombban. Akkor több minél lenne, ráfutnék amúgy. Ah, és akkor ez itt van. És akkor ő halott, és nekünk ide kell menni. Sír. Silet! Jóska, úgy látom, nagyon jó kedvében. Kéne neki egy lánypárt csinálni, aki mindenbe beleköt és erényel. Amúgy. Na jó, nem ennyi, de. Egyértelműen ez nem így van. Ezt a lányok úgyis tudják. Nagyon jó. Craftingból még mindig el vagyunk havazva, ennek örülök, mert alapvetően egész jó.
a kraftolt fegyóknak a sebzése, mert a különbözőféle nyilaknak, meg azoknak ilyen egyéb ilyen. Joseph? Prototípusának. Jó, hát a egyes kutatások szerint, most direkt nem akarom mondani, hogy brit tudósok kimutatták, mert kurva viccesen jön neki. De amúgy alapvetően csak azzal kötekszünk, aki fontos, hát én azért szívom egyfolytában mindenki fejét, mert mindenki fontos. Most nem akarok konkrét példát hozni, mert félek, hogy valaki megsértődik, vagy nem sértődik meg, vagy pont azért sértődik, mert őt mondtam, vagy mert nem őt mondtam. Mindenki értse úgy, ahogy akarja. Te dolgozzál továbbra is. Te ne kötekedjél, te dolgozzál. Jönnek a velociraptorok? Ó, hogy szép fej, megtalálta Josephet. Ha-ha! Az pedig egy húvik volt. Ó. Oh. Ez kurvára kellett most. Igen, ennél lassabban nem tudnám még valamit deaktiválni, kérlek szépen. Nem merek lámpát oltani, mert félek, hogy észrevesz a bármi. Micsoda? Jaj, majdnem, majdnem. Menj már ki! Faszoma! Na, menjél ki innen. Ó, Istenem. Ez egy olyan egy kretén ez az ember. Nem tudom mi ez a robot porció, de szívja ki a... Ha igen, azt. Hát arra van valami nyitva, akkor valószínűleg erre. Valami kis luti-lut el lesz dobva, sejtettem. Ki sejti, hogy itt vagyok, és miért? Ő? Vagy az ajtó mögött van valaki, akitől majd futnom kell, mert ez egy horror survival. Ahogy érzed, akkor betelő vagyunk, jó. És illetve. Ebből is tele vagyunk, és igen. Ja, akkor ez volt a titkos hely? Király! Na, hát akkor... Játszunk úgy, mintha nem lenne holnap. De jó fej vagy! Ó, hát persze, hogy meglátott. Futás,
Futás. Menj már. Köszönöm szépen. Drága az a shotgun, lőszer az a baj. Nekem az a baj, az a egy problémám, hogy szerintem azt még nagyon meg fogjuk fizetni, hogy ezt használom most. Reméljük, hogy nem lesz igazam. Na, átment Witcherbe. Okay, ez eddig oké. Jó, téged széttünk. Add ide az ellemet. Te nyíljál ki. Jaj, hát... Micsoda meglepetés, hogy pont üres. Checkpoint, hát ez megnyugtató. Legyen bekészítve, biztosan biztos. Végre utca. És elmentek egy játszótérre. Tehát szétomlik a város. Meghal mindenki. A zombik, katonai autót lopkodó sorozatgyilkos pszichopaták lesznek. Ezek megtalálják az egyetlen helyet, ami nem esett cél, ami egy kurva játszótér. After. So tell me, what is he after? He's after Leslie. What, he needs to finish his science project? Don't patronize me. I have orders. I can't let him have this boy. Leslie is the only one he can... De mi lenne Leslie, ha minket nem bántanál, mert... Joseph! Baszd meg! Wow! Viszont Leslie bátyám az jól megszophatott minket most. Igen! Viszont 14-es chapter gyerekek, már kettőt letudtunk mióta itt vagyok. Egész büszke vagyok magamra. Ez annyira nem volt... Egyre szopó volt. Jól vettük az akadályokat. Inkább így mondom, mert ez így jobban fedi a valóságot. Ez igen, Castellanosnak nem törik el semmiet, sosem semmi baja. Csak egy pár száz kilós kőszikla. De mit zavar az? Mindennapos. Megesik. Értitek? Essék.
Érted? Ulterior Motivize. Igen, lemegyünk a metróba. Ami igazából emeletem van. Hoppa, hoppa, hoppa. Semmi. Semmi. Beszasz magadon. Hát... jó. Végül is. Nem teljesen higiénikus, de jó. Na, pörgessük ezt a fackot. Ops, ta. Nincs erre semmi. Jó. Oh. Right. Okay. Van itt még van? Oh, az ott mi? Shotgun! Shotgun! Gyere ide papához. Jó. Ez jó. Ez egy nagyon jó. És ez pedig... Oh. A kurva anyádat. Most komolyan? Azért megállt bennem egy pillanatra a szar. A fragment, oké. Okay. Oké. Okay. Eddig közel tökéletes dolgokat dobált ez a pályarész. Ha megtartja ezen jó szokását, nagyon jó barátok leszünk. Ó, és itt van valahol mentőpont is. Hát, hát benézünk, hát hogyha lehet találni valami szépséges, jóságos, csodálatos dolgocskát. Mindegy. Én megpróbáltam. Mi a fasz? Jézusom. Ki volt az a hülye, aki ezzel telilődöste? Na hát a trolli, nem mesélsz, hogy min szartál be ennyire? Vagy nem publikus? Jó. Oké. Most nem érdekel minket.
Ó, te nem vagy szép. Akartam mondani, hogy nincs kedved feladni, de így is jó lesz. Gyújj el föl, he! Szégyed össze. Búzi. Azt hitted, hogy bejön mi? Jó, ja, hogy még ez is itt van. Ó, hogy mekkora egy szemétláda ez a játék, gyerekek. Volt csak egy cucc. Felerősödött kasztályára, s mit nem mondja. Hoppá. Nem gondoltam volna, hogy Riadó lesz, őszintén megvalma. Mindegy, így is jó. Mi a fasz? Gyújj el föl! Így is jó, hát a jó felgyullad. Kikjú, mi ez a rész? Te se lett a legeslegkedvencebben. Mit nem mondjak. Jó, ide be tudunk menni? Nem tudunk bevenni. Oké. It's still okay. Még mindig nem. Oké, ez is jó. Hit! Jó. Oké, tehát... Akkor most ilyen leselkedős, lopakodós... dolog lesz. És hát annak kéne le... Az elég nem szabad nyíltan lövöldözni, és ez már... Ja, semmi baj, hallgatom, hogy mi volt... amin ennyire... kiégtél. Tig! Hát átlyukasztottam a fejét!
Azt még jött. Beszarok. Hopp. Jajjaj. Akarom tudni. Ha csak nyomdafestéket bíró történet, akkor oszd meg, ha lehet. Ezért ilyen nagyon-nagyon morbid dolgokat azért nem szeretnék látni a cseten. Hát, érdekes. Érdekes. Legalább lány kért meg. Mármint nem ellenzem én a dolgot, csak érted azért, hogy jobban hangzik. Ennyi, egy picit. Örülök neki. Fú, Roli, hát te sem unatkozol, Soli, babakker. Jó, hogy meg közben átfele megyünk a hídon. Vagy hát a metró képezte hídon. Ja nem. Ilyet én azt hittem, hogy már abba megyünk. Hát meg tudom érteni. Valamivel el kell ütni az időt. Sajnos a suli sem arról híres, hogy... Te mit keresel itt? Hogy olyan hú de fal lenne oda járni. Persze, hogy kell, persze. Azért mondom, hogy én az ilyen miatt nem tagadlak le, vagy ilyesmit, tehát ilyet véletlenül se gondoljál, csak... Nem biztos, hogy ezzel csajoznék a helyetben. Tehát, hogy így lehet, hogy egy-két lánynak bejön, de azért nem vagyok benne olyan biztos. Ezek nyílandósok? Nem nyílandósok. Fuck. Mi ez a geci? Kű! Fúj! És még ilyen mozog is, mintha lélegezne. Hát, nem lett a kedvencem. Pláne nem lett a kedvencem.
Hát... Téged sem szépséged miatt vettek fel a szereplő gárdába. Boy, really? Oh. Miért? Miért nem? Hagyjuk. Nem is kérdezek semmit. Ő csak ennyi volt. Hát akkor is felvesszük. Nem tudom, hogy feltűnt-e nektek, hogy eddig lefele jöttünk és... Pont, hogy az ellentétes irány kéne nekünk. Te mi vagy? Ez alatt át tudunk menni? Lesz az Roli. Lesz barátnő. Előbb-utóbb biztos. Akivel majd együtt fogtok DS-ezni. Meg néózni. Azért. Igazi gamer állom. Bocs Krisz, de hogy beírtad a Zseni. Abszolút nem bántásból mondom, csak úgy. Megjegyzésképpen. Ugyan, Krisz, ne haragudjál már. Na. Értem, tehát itt egy mentőpont, de biztos, hogy bemegyünk. És valahol... Vedd már föl, na! Ugó, srácok! Fáradok! By the way, ma is 8-ig lesz, 8-ig toljuk. Vagy hát addig, ameddig vége nem lesz. Ez a két lehetőség van, tehát. Vagy 8-ig, vagy a végéig. De szeretném, ha már vége lenne. Nem azért, mert nem tetszene, vagy ilyesmi. Egyszerűen csak azért, mert megérdemli, hogy... What? Kirakta a maga... De én fejleszteni akartam. Hello. Hello. Ugye tudok, jó. Na. 22 kell. Próbáljunk meg húzni még a Dimigen, én azt mondom. Ezen biztos, hogy kéne. A Shotin meg ne is beszéljünk róla.
Biztos, hogy kéne, de két damage-et nem fogunk tudni húzni. Még pisztolyból meg 200%-osra menne fel. Húzom a faszom bele, legyen. Nem, akkor még ezt is megkapja, azt csókolom. Ezek után a pisztoly olyan baszónak kell, hogy legyen, hogy magad eláfosol. Viszont Tatjana ezek szerint eltűnt. Ó, és ez hirtelen kinyílt. Oké, arra kell menni. És erről jöttünk. Arra nem tudunk menni. Azt nem lehet felgyújtani. Jó, ott felvettük a lootot, akkor erre. Teli volna? Teli. Hőj, te. Fúj. Nem tudtam eldönteni, hogy a patkány az enemi. Micsoda? Na ne! Ne. Nem. Annyi minden volt már be a játékban, nem kell még ide egy polip is. Elég lesz. Elég a jobbó. Menj el henteljeskodni magadnak. Egyik másik sem hívogató. Abból maxon vagyunk. Semmi nincs. Ajli. Bázd meg. Hopsz. Mit látnak szemeim? Nem egy riadóztató, te kis geci. Oszka! Neked viszont nem örülök. Out of ammo. 200%-os milli damage! Milli! Gyerünk! Üssek kasztályáros! Ez az! Kurva jó vagy! Egy útcsat felmehet abba a pillanatba, Debrui. Na, reszélet? Úgy. Ó, de buzi, hogy még ide is beraksz egy ilyet. Istenem. Bitch. Oké, akkor ott lehet egyenesen menni, lehet ide jönni valamiért. Oké. Pass meg. Akartam kérdezni, hogy létezik olyan, hogy nem halt meg, de tudtam, mi a dolga. Istenem. Nem akarok polipot.
Polyp is not my friend. Junction box fuse. Okay. I'm pretty sure I need this. Yeah. Spam the X button. Te dolgozzál már, ne spameljed a csetet. Csak unutom, hogy sajnálom, hogy dolgoznia kell, de hát ha egyszer kell, akkor kell. Emmán csak ilyen. Hát srácok, szerintem meghalnék egy ilyen helyen, már csak az is ilyen trutyiba hozzák. Térdig megfürödni biztos, hogy nem. Köszi Roli, bíztam benned. Igen, igen. Mi? Jézus. Te szívesen lennél ilyen helyen? Te mondd, neked így problémád van az élettel, vagy mi a baj? Hát nem tudom, engem nem csábít, tehát így. Ha már próbálnék jó magyar lenni, akkor tudod, egy inkább egy Dánia vagy valami, de... Semmiféleképpen nem ez a gettó-tenger. Tudjátok, mit kéne csinálni? Egy Dark Souls kalandparkot. Tudjátok, vannak ilyen élményparkok, hogy lehet ide-oda elmenni, és akkor sétálgatni, olyan hangulatba tölteni az időt, meg minden. És kéne egy ilyen Dark Souls park, ahol így vannak kiállítások, meg minden szar. Több feelinges lenne. Csövi, Geri! A legjobb részre értél ide. Amúgy, ha minden jól megy, ma befejezzük a játékot. De ez valami oltári undi. Igen. Oké, de hát ezt én így kikerülöm. Szevasz. Ezekről nem lehet futni? Dark Souls-os szabadulószoba, az is mi menő lenne. Amúgy egyszer el kéne menni egy ilyen szabadulószobába, ilyen logikai cuccokat megcsinálgatni meg minden, és közben egy kicsit érezni, hogy pereg az idő, és hogy úristen, tök menő lenne. Mármint én szeretem az ilyeneket. Jó, mondjuk ez is ilyen sajátos szadista hajlam, de szerintem tök jó.
Ez miért halt meg egy robbanásból? Az előző meg... kettőből. Á, bazd meg! Fúj! Hát Dark Souls az biztos, hogy nincsen Debrecenben, mert akkor arra már rátaláltam volna. De valamilyen szabaduló szobának kell lennie Debrecenben. És azt tudom, hogy egy csomó helyen láttam, hogy van Szegeden is, meg ilyesmi helyeken is. Na! De amúgy egyszer Kajak Király lenne elmenni. Vagy nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én adnám. Egyszer összeszervezhetnénk. Jaj, így. Oly, anyád! Ne, ne! Ne, 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 ne! Új, rohagy meg! Gyújj föl, gyújj föl, gyújj föl! Ott száradjál le, ahol megteremtél. Milyen az a szabaduló szoba? Kicsit olyan, mint a fűrész, nem tudom, hogy ezt láttad-e. A Fűrész című filmet. Hogy egy kicsit úgy időre kell csinálni, gondolkodni kell, van egy kis logikai menete az egésznek, és akkor egyszerűen ki kell jutnod onnan. Tehát nem ki van nyitva az ajtó, hanem meg kell találnod az útját, hogy te azt kinyisd. Ez itt semmi. Mi? Ja, jó. Köszönöm, engem megesztek. De jó neked. Hát, jobb esetben igen, bár van erről már horrorfilm, aztán így amikor elkezdtem utána nézegetni ezeknek a szabadulószobáknak, így rendszerint a pofámba tolta, hogy amúgy figyelj. Így kvázi meg is ölhetne, de hál' Istennek így nem teszi. Rájött, hogy annyira nem jó dolog. Ó, hogy ezt engedte le? Mész a faszomba. Ó, be tudok még orosulni azért a két töltényért, király. Hát jó, csak azért nagyon nagy feeling, amikor tényleg így haverokkal bementek egy helyre, és akkor ott együtt kell dolgozni, és ki kell jutni. Mert azért úgy egy kicsit azt a feelinget adja az egész hely, mint hogyha ha nem lenne más választás. Én szerintem amúgy jó, ami kurva jó, viszont... Ne, most ez meghaltam? Nem haltam meg még, ugye? Ó, oh, köszönöm. Hát valószínűleg nem öregednék meg, mert akkor nem tudom, lenne egy limit, ami azt mondja, hogy sav fogja lemarni a pofánkat, hogyha nem haladunk
a megadott questtel, és akkor érted, azért úgy bennünk van, hogy nem feltétlen ez lenne a legalkalmasabb hely arra, hogy megöregedjünk, meg így amúgy még lenne, tudod, otthon még maradt a tegnapi vacsorából, meg minden, azt azért úgy jó lenne hazamenni. Nem tudom, nekem tetszik a feelingje, ennyi a lényeg. Szerintem egy kibaszott ötletes cucc, csak jónak kell lennie, tehát jól kell, hogy megcsinálva legyen, meg nem legyen észveszélytően nagyon drága, tehát azért ott is egyértelműen túlzásba tudnak esni az emberek, szerintem ezt kijelenthetjük. Miért van itt ennyi minden? Ja, mentünk egyet, én úgy érzem. Flagment. Oké, várjál még. Ott nincs semmi. Szerintünk is állítani egyet. Igen, azért mondom, hogy alapvetően, ha jól van kitalálva, és jók a questek, meg úgy a díszlet is, meg minden, akkor kibaszott feelinges tud lenni, és nagyon át tudja élni az ember, és tehát igazából azért fizet az ember, tehát mindahányan, akik erre adják a fejüket, azok tudják, hogy ez nem arról szól, hogy hogy most ez a világot megváltó legtökéletesebb élmény lesz, mert nem lesz olyan sosem, mint a filmekben, és nem is úgy kell oda menni, hogy olyan lesz, mint a filmekben, de egy kicsit azért ott lesz ez a kis szorongás benned, hogy kibazd meg, az nem kéne itt hagyni a fogadat, mert benne lesz az érzés az egészben, és ez szerintem tök jó. Tényleg voltál? Lehet mondtad, amikor a filmet néztük, de én őszinte leszek, nem emlékszem. My bad. Jó, hogy bontja a sört, ide hallom, nézd meg. Be se jön megkínálni. Nézd meg, ennyit a barátságunkról. Heti egyszer lőnek úgyis, hogy tök mindegy. Micsoda a heti egyszer? Úgyis lőnek neki, úgyhogy tök mindegy. Jó, barátságunknak? Aha. Tényleg? Hát ez tegnap előtt, assza. Majd... Nem tudom, most előtte nem úrik be, de... Biztos volt már a precedens. Ja, most attól, hogy ilyen fancy szavakat használsz, az nem azt jelenti, hogy okos vagy. Mondod ezt te! Az más, én egyetemista vagyok, én megtehetem. A diplomás kommunistának szabad. Persze, papíron. Büfészak, mindenki tudja. Ja, jó van, de az meg olyan szendvicset csinálok, hogy magad alárosra. Aha, hogy sem kóstoltad a bolonyaimat? Miért te kóstoltad az enyémet? Mit hiszem, majd összeeresztjük a kettőt, aztán beszélünk róla. Ó, puzzle, bazd meg. De mit kell nekünk most? No, csöbi srácok! Megérkeztem. Ez valószínűleg ide fog kelleni. Ha. Jó, hogy nem látom a kamerától, hogy mit lehet vele csinálni. Várjatok már egy pillanatot, átrakom a kamerát a másik oldalra. Fogalmam sincs, mivel kell kezelni. Jót nyitottam én meg? Jót nyitottam meg. Speckós. Igen, és annyi, hogy bal alulra. Ja, kinda good. Na, itt vagyunk, srácok. Bocsi, csak... tehát nem lehet forgatni, resetálni tudom a partot. Totál megérte. Szevasz, Geri, halihó, sziasztok mindenki! Persze, hogy megérte, ne fel.
Na, egyébként a szabaduló szoba ötletét én is adom. Elég régóta gondolkodom már rajta, hogy föl kéne dobni, csak valahogy mindig elmaradt a dolog. Akárhányszor hát... feldobtad, leesett. Igen, meg leittunk a lelkünket, szóval... Úgy tényleg. Jó, ez... ez biztos, hogy ide jön. Ez... Vagy nem biztos? Mondanám, hogy segítek, de lévén 5 perce vagyok itt. A lift elméletileg jó most. Damn it. What am I, an electrician? Jaj, nem jó, meg kell a supply is. Uh-huh. Minden kell, elvileg. Fogalmam sincs, hogy miről maradtam le, úgyhogy meséljetek valami jóságot. Nem sok minden... Mi volt eddig? Hát, ami az előtt nem. Ami az előtt nem? Jó, akkor majd legfeljebb visszanézem. Vagy ez nem, vagy nem, mert... Hentályos bácsika, meg alapvetően le akarta lőni Kidman Leslie-t, de megpróbáltuk megállítani, és Joseph-et lőtte le véletlenül helyett. Szuper, jó van, Joseph így is elbagolja az egészet, szóval... Jó, de azért úgy, na. Nem vagyok benne biztos, hogy ez megoldja, a... Megoldja. Életképes fiatalember, ez bizonyított a többször is, úgyhogy... Közd össze! Az a másik oldalra jön, nem? Tehát mindegyiknek aktívnak kéne lennie. Na most ez így jó? Oké. Okay. Henry Lever Electrician. Ez a trófea. Ki fog bagolni a halálból? Én mi Roli, a... Roli, te érted? Az igen! Jó van, tetya! Az a jó, hogy neki is ilyen adamantium csontjai vannak, mint annak a tarkasnak, illetve hát rozsomáknak hívjuk nevén. Hm. Ez kurva nem jött össze maradni. De összejött amúgy. Értem! Ah. És most akkor bárhonnan jöhet? Aha, akkor most ezt fog nekünk kell. Aha. Ah, zsír. Kimaxoltuk a dimitjét a kis pisztolynak. Kezdve a srácokkal. Azért a Shopee is jó szolgálatot tesz, ahogy azon is kapott egy kisebb modifikációt, hogy szépen fogalmazom. Chapterből hogy állsz? 14. fele. A negyedik fele. Jó, akkor még elvileg egy van. Elvileg. Aztán majd meglátjuk. Most nem vágom, hogy itt most futkároznom kell, vagy... Ja, rák, illetve a polip. Vagy mi. Picit ilyen pióca jellege is van. Oh. Csak hogy jó legyen. Igen. Ami rendszerint meg akar ölni. Kurva szájt. Itt mi nem akar megölni? Hát... Leslie. Te! Most miatta vagyunk itt. Is. Ja, jó. Ez előbb elkapott, az úgy jó volt, mert... Joseph nem akar megölni, de megöl, mert szerencsétlen. Igen, mert ő egyszerűen hülye. Jó. Kezdem feladni ezt a... pióca nézegetős dolgot, mert... nem látom, hogy jönni. Nem fönt van valahol? Az előbb ugye fölrántott magához. Hopsz! Ó. Az igen, na ez hogy volt benne? Mármint én...
Én el tudom képzelni, hogy sok minden belefér egy kicsike férekbe, de azért na. Mindegy, kapjuk a pisztolyt. Jó, az így. Bocsánat, ezt mondom. Mondom, az olyan, mint amikor páncél mellé indognak a farkasok bármelyik RPG-ben. Socsival egyszerű bukmájuk. Igen, ma, egy kicsikét, igen. Bár van egy taktikum. Van lehet, hogy bejön. Hát de ez csak egyre. Meg ezek robbannak. Igen, de ahogy jönnek felém, úgy szépen felrobbantja az összeset. Nekem csak futkároznom kell. Hát az oké, csak megéri ez így. Aha. Látod? Na, végül is. Úristen, mennyi pisztoly történt. Működhet. Fazd meg! Wow. Kis fészhagyarek. Ó, de akkor ott lesz. Oké, akkor most gyertek ide. Azt jelenti, hogy most itt lesz, mert innen jön mindig, nem? Nem. Most ezeket kell öldös, nem? Vagy ilyenkor most mi van? Én nem vágom. Pedig én nézem itt folyamatosan, hogy hát ha valahol elkap vagy valami, de onnan a falból jön ki. Bazd meg. Érdekes fájt. Nekem már nagyon fájt. Ja, értem, szóvic, aha. Te, ne legyél egy rakat geci, gyere elő. Logikus. Aimingre is ezért jöttem. Igen. Sem. Na jó, hozzájuk képest nincsen sehol. Látod, ott van. Aha. Kicsicska. Hogy a falat kellett lőni? Ezt nem mondta nekem senki. Na. Bazd meg. Az úgy nem egészen jó. Erre robbanj bele, jó lesz az. De... What? Most még hova tűnt? Te gáci! Ja, hogy nem töltötted be. Töltsed már akkor. Gyújjál fel, nem tudom felgyújtani. Jó, meghalt. Állja, puh! Csak rájöttünk. Nem volt egyszerű. Én sem fogtam fel egyébként, hogy mit csinál teljesen, szóval tök mindegy. Legalább nem csak én voltam akkora. Jó, a lényeg az, hogy megdöglött. Ugye? Még nézzünk körül, hogy dobtak-e még valamit a férgeség. Biztos, hogy történjen kívül, mert az van. Dőgivel. Jó, hát ez, akkor ez ennyi. És akkor most végre elkezdhetem beindítani. Uh-huh. Ó, és kinyílt a kis helység is.
elindult a supply is, meg a lift is. Kurva. Nagyon jó. Igen, mert itt biztos, hogy lesz valami, ami nekem nagyon fog kelleni, írdatlan módon. As I said, I'm really sad. That's all. Oh, my name, huh? Hát azért egy picivel többre számítottam. De hát ez egy survival game, mit vártál? Basz, hülye vagy. Büszke vagyok rád. Köszönöm. Már megérte jönnöm. Ó, srácok. Ajaj. Miért fogom én ezt megmondani? Nincs jó előérzetem ezzel kapcsolatban. És még mindig nem mentünk át azon a kurva metrón, csak úgy jelezném. A rohadt kurva anyját a level designnak. Mondjuk legalább amit messze ábrázol, az messze van. Igen, ezen akarunk átmenni. Úgy jelezném, hogy... Ó! Hogy eddig ezt kerestük. Szóljunk Atriumnak. Kinek? Atrium. Yeah. Atrium. Atrium. Ja, ezt is folytatnom kéne. Ne is van, nekem még félbe van hagyva izé a... Körülbelül az utcsó missionnél járok, vagy az utcsó telep területnél. Na. Jó, egy csörén, a könyvet olvasom, szóval még mindig nem fejeztem be. Eljátszok én, ilyen buzi vagyok. Na, oda kell átjutnunk, és ezt ő biztonságos hídnak nevezte. Én is annak mondanám, pont úgy néz ki amúgy. Egy szovjet megórásokkal, de... Nem az én ízlésem. De... Maradjunk annyiba. Hoppári. Brute designnak hívják azt hiszem az ilyet, amikor egy kicsit ilyen nyers az egész, és... Nyers? Hát mondhatni. Aha. Jó. Laci, kb. Mikor kezdjem el csinálni a bundás kenyeret? Kb. Mondjuk most, és hozhatsz belőle ide is. De... Erre kell mennem? Igen. Ó. Amúgy figyelj, legkésőbb 8-ig toljuk. Könyvben hova tartasz? 6. 8. fejezet valahol. Tehát a felén túl vagyok, de nem sokkal. Tehát legkésőbb 8-ig törjük úgyis, szóval lényegében jól lassan elkezdheted. Ez 7 van. Jó, hát mondjuk jó lenne befejezni a játékot, de akkor sem szeretném nagyon sokáig tolni, tehát... Viszont ez kúra jól nézett ki. Wow! Ezért lett az a cím, ami. Hoppá, ez kicsit... Ezek után, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, ajánlom... Igen. Vissza. A izéken, amik bejöttek, ezek a rudak, oda volt felírva vérrel. Wow. És megint visszatértünk ide. Zsír. Hogy Ruvi, amúgy ő egy komoly tudós, és ez a kis Jimenez-geci, már bocsánat, lecsorta a munkáját. Az ő nevé alapján adta ki, vagy az ő nevén adta ki. Lényegében az az egész mindenség, amit végül, mert csak egy bosszú hadjárat, mert ki is használták, le is nyomorították. A csórót már sajnálom amúgy. Hashtag japán gonosz. Megjöttek Jehova tanúi. Ó, és hogy őt... Akkor ő nem is feltétlenül szántából van benne ebbe az egész gépbe. Hanem... Ó... Okay.
Oh. Értem. Aha. Én nem. Aha. És már ne. Láttad azt a kitérést? Pilla 200 milli. 240. Ja, bocs. Ezt megjegyeztem. Ma már annyit rinyáltam érte. Talán legfeleslegesebb fejlesztéseink egyike volt. Körülbelül, de... kell. Milli! Püh! Olatta! Püte! Nézd meg azt a... Ahú! Nagyon-nagyon bassz. Hallod? Azonnal MMA bajnok leszgetsz. Körbe pörgi Chuck Norris. Négyszer. És még közben megteremti a napot. Oké, valamit kihúztam. Fere, hogy jobbát szerintem. Oké. Zárófejezet. Királyság. Szóval kettő még... An Evil Within. Ha! Van a játék cím a játékban! Oh! Surprise, motherfucker! Ott a kurva! Inception! Ne! Szép fej takarodjon oda! Elég volt belőle! Nem kérek többet! No more! Valami hűvöske van, de elmet! Hát az előfordul. Forrólunk a gázzal. Használtak belőle nem olyan régen a leget. Átráztam. Ja. Elkapom én itt a tévét, meg a... Na várja. A tévírustot. Ilyen 28 fok környékén jó szokott lenni. Jó szokott lenni? Na jó, van, amíg fölfut addig eddigre. Szerintem befejezzük. De... Igen. Pont ezt akartam mondani. 20 is fél fok van, mondja már. Jó, hát mondjuk pólóba. Lehiszem, hogy cindri egy kicsit. Lehet, hogy a 21-2 szokott jól lenni. Mi? Ott mi folyik? Hát ez én vagyok. És lelőttem magamat. Nem figyelek, 2 darab másodpercig, és ez történik. Such a suicide hajlam. Tatján a 38 éves. Összetörted a mindenemet. Azzal a de honnan? Ezt most honnan? Hát honnan tudjam, hogy milyen lesz a boss fightról? Én éppen oda tartok, tehát hogy egyelőre még ennyit tudok neked mondani a dologgal kapcsolatban. Halljuk mi ezt? Tegnap jó boss fight volt, azt szerettem, hogy reméljük, hogy ez is jó lesz. A mentőhelyen szól a mentőhely zenéje. Menci. Ez eddig nem szólt. Elkerestem a világszürtesen. Oha! Ó. Oh. És téged miért érdekelt, hogy Tatján hány éves? Te kis sunyi. A ferde hajlamok. Mi? Rossz lipsi vagy, mondd meg. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy ez az utolsó fejlesztésénk egyike lesz. Kelleni fog, úgy érzem. Tehát... Milf. Ja, Geri, egybeli, Milf, hol, mutassad ki, micsoda, miért? Nem, bocsi, tudom, hogy nem, vagy igen. De nem, de igen. De nem, nem. De igen. Na, adjunk a pontosságra ennél a nagy pisztolynál. Ezt még egyet nem lőttünk vele, amióta megszereztük. Nem mondanám, tudom, hogy korban ki ezt passzolna. A vénasszony! Hát, hogy nemes. Nemesedik, mint a jó sajt. Olyan... Tehát... Krisznek a jó nő, az olyan, mint másnak a basszusgitár. Minél rölegebb, annál szárazabb és jobb. Na meg hosszú és merev. Ne, ezt most nem... Ne. Jó. Ezért még nem löksz ki ezen lakon, ugye? Tehát
Definitely not. Stream alatt még nem. Ja, akkor van bizonyíték. Pontosan. Á, értem. Habár már ez a diskurzus is, úgyhogy nem az ég egyet a világon semmi ilyen szándékom nincs Lassival, ezt szögezzük lehet. Ha, I see. Hallgatlak. Jobban szeretem a félédes. Micsoda. Mondj utána valamit. Kata kérdezte, hogy a száraz az minden esetben jó. Erre mondtam azt, hogy jobban szeretem, hogy a félédes. Mondjuk egy jó vadhúshoz. Én egy kurva szelíd ember vagyok, véletlenül is a soron jöttök ide. Eleve nem vagy boros, nem? Hát juhász vagyok, nem boros, de... Menjél már viszont dolgozni! Minek jöttél be? De amúgy nem, tehát... De! Én Sörös György vagyok, ezt tudja mindenki. Szóval... Boy. Hogy mert annak jó, aki máshoz nem ért? Hát... Hát, hozzám se sűrűn, de... Ne! Még van kulcsom! Ruvik, kurva anyád! Nem, van kulcsom! Először nyitok valamit! Ez a baj, hogy ilyenkor mindig egy kicsit a kubikok jutnak eszembe. Kettő is van! Na, srácok, gyorsan! Várom, melyik oldal, melyik sor? Az alsó kettőt nyithatod szerintem. Mert az előbb így rá kislantottál. Sörös György mutat a népnek, meg a sörkát is ott van még, úgyhogy... Gyerünk srácok, gyorsan írjátok már, akkor még befejezzük, Jóci. Jobb a sört. Az... Pont az. Jobb felső öt. Jó. Hát, az meg most... Hát ennek úgy... Nem tudjuk. Most... 7K, a... nem rossz. Ha abba is az van, egyszerűen menjünk visszafejleszteni. Oh! Jó, akkor az alatta levőt kinyitottuk már. Akkor... Kettő darab jöhet megint. Igen. Kettő darab kulcsunk van még. Ugye akkor csinálja, amikor azt mondja, hogy izé, Leslie, hogy losing my mind. Uh-huh. Bal közép kettő. És bal alsó négy. Te most erre, mi volt? Bal alsó négy? Aha, bal középső kettő és bal alsó négy. Jaj, jó srácok, királyok vagytok, jó nyitottatok nekem. Tényleg kezd erre durvább lenni ez az egész, úgyhogy... Nem tudom, hogy meddig lehet futkozni még. Középsőt mondtam és alsót nyitották, perelj be! A középső az nyitva volt. Csak úgy mondom, mert a bal közepet már mondtad a múltkor. Azért nyitottam az alsót, már mondom. Szép, igen, a múltkori. Hát, hogyha az is megfelel kényekelve. Azt tudok, mert nem nyitottam semmit. Hát, Roli, van ilyen az életben, de azért maradjál, jó volt, jó maradjál. Dimitri-re. Meg. Shame. Shame to shop. Merjem ráadni? De micsre? Hát, ártani nem fog. It's a fucking game, bazd meg, menjünk. Ártani nem fog, ha van. 2950-et meg már nem sakkozunk, menjünk. Dúrjuk le a gecibe! Kik vagyunk mi? Nők? Mit akarunk? Nem tudjuk. Mikor akarjuk? Most. De jó, nem ez nagyon sovinista poén volt. Már elvesztetted a fejed, már az én is elvesztettem a fejemet, bazd meg. A kényszerző bonyba szorult édes francia anyádat, azt zárjuk le. Sém, salom, legsalom. Most tudod beszélni? Most tudod normálisan beszélni? Mi a reteg gyászos kurva isten? Állj, először kraftolunk. Csak így biztos vagyok. Nem vagyok benne biztos, hogy most ez egy békés rész lesz. Tuti? Igen. Leülnek a végén tárgyalni. Olyan nagyon jó lenne. Pontosan így képzelem el. Wait for my partnership.
És megint benyitunk az agyműtős szobába. Water BPL. Budapest. Nem. De ez nem agy lé? Merjünk már, vagy 4 liter pont meg. Viszem haza. Ebbe fogom itatni a gyereket. És biztos, hogy fog tenni a fejlődésének. Kikapcsol a telefonod. Mégsem volt neki elegendő a töltés. Hát ez szomorú. Főleg annak tükrében, hogy nem igazán emlékszem a kódomra. Ez most egy ilyen önmagát ismétlő szoba lesz, vagy nem? Telébe lógtam a kamerát, bocsánat. Láttátok a nagy fehér kábelem. Na jó, tisztázzunk le valamit. Ez kezd egyre kínosabbá válni, pláne, hogy én ülök most a kanapén. Ami igen. Vörös. Igen. És te ott állsz. Igen. És ne álljál. Nem értem a problémádat. Még fönn az IP kamera. Lucifernek, hogy Dante poklában volt egy nagyon érdekes kérdése. Hányféleképpen hallhat meg az ember? Hát, ez jó kérdés. Szerintem nem akarod kipróbálni. Mit szólsz? Megegyeztetünk ebben. Attól függ, melyik számrendszert használjuk. Igen, elfáradtál. Látod, Castellanos, ez is miatt a dolog. Kellett volna gyúrni egy kis ja, most pont lábnapra. Kéne. Nem kéne futni. Jó, nem futunk. Szemben fiatal a kanapén és fehér kábelekről van szó. Legalább nem tart elegnek. Legalább ennyi. Ja. Veled ellentétben. Tudjuk, hogy melyik, már tudjuk, hogy melyik kategóriába megy majd. Te nagy bácsi. Ennyi. Na és akkor most megint jó ég tudja, hogy hol vagyunk. Nem. Mi? Ott a kastély. Oda akartunk jutni. Mi? Jó, így is jó. Nem tudom, hogy ez most itt micsoda, de jó. Nem értem, Geri. Lehet, nem akarod. Lehet. Amúgy. Csesszén. Ops, a láda. Agylé, hát ez kúró fontos ilyen. Nem black, hanem blank, Kata, ez fontos. Jaj. Akkor húzzatok egy feketék, basszátok meg. Azt mondjál, azt írt, hogy kicsi a black, de szar az íze. Úgyhogy én elgondolkodnék. Pedig szoktam néha lábat mosni, akkor meg ha már ott vagyok, megmosom a végét is, de hát... Hát igen. Na ne! I knew it. Ez a kórháznak az előtere, ahol kezdődött a játék. Ez csak jó lesz. Ez csak jó lesz. A Dark Souls-ban is általában ilyenkor fogom fejem meg a Bloodborne-ba, hogy jéj, bezd meg! Jéj, bezd meg! Van kirakó hami, várják a vendégeket. Olyan, mint meeting előtt a pogása. Ha nem tévedek, ide kell jönni. És ha ide kell jönni, akkor itt lesz hol. Pisztolylőszer nagyon nem árt. Adjad az agylét, jó van? Hát, hogyha tudunk még fejleszteni. Sokat már nem, de... Hát, de még szerint, ezek szerint lesz még rá alkalom. Hát, vagy csak ideadja a játék már, hogy milyen. Blitznek, hogy legyen. Aha. Itt van valami sok dobozos doboz. Ó! Van lembor, nem gond, jól van. Szép a pincében tartás előnyeid is kurálják meg csatom. Akarok ide lemenni? Hát legyünk a pincébe. A Wallenbor akkor jó lesz. Én azt hittem, hogy ez egy secret place, de ennyire? Pű!
Várjál. Ez most oda-vissza, ahol a rakat vér volt? Komolyan, komolyan erről megy a beszélgetés. Tii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 i
Igen. Darkness and pain. Az ott meg. Ecstasy? Hol? Én az a baj, én is az egy szóra figyeltem föl. A fedhetetlenség. Pörör bajsz a bácsit, majd megkérdezzük a vámpírból, hogy tud-e valami jóságot. Tudom, drága bácsom, nincs az itt semmi baj. Easy going, man, easy going. Nem tudom, meg majd jönnek az Urban Legendek, hogy ugyanabban a világban játszik a két játék. Jaj, de azt azért megnézném. Nem engedi elérni a bort. Ti drogokról beszéltek nekem, meg tilos a pincében tartott borról. Ugyan, dehogy. Nem drogokról beszélünk, csak tablettákról. Tabletekről? Tabletekről, igen. Szevasz! Pöcök. Nem szevasz. Várj meg akkor. Az ott le van zárva, jó. Ezt így ki tudjuk nyitni, ahogy ki tudjuk nyitni ezt is. Még mindig kicsit paradox, hogy tud futni gyakorlatilag 10 métert, meg ökör leveli szét az ökvizéket, a lakatokat. Ha lakatos. 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 Lakatos nintem dolja. Na merre menjünk, srácok? Itt ezen két rács volt, és ott egy nagy ajtó. Meg van itt egy ilyen kis izébizbasz. Ez inkább tűnik mellékhelynek, amúgy. Laci, nem húzza fel? Mit? Kezdek aggódni. Megér rossz műsorság, vagy mi történt? Ott. Hogy erre kéne menni. Szerintem egy secret place. Végülis a bőr is lett. Ja, értem! Hogy a bor is lett tablettás. Pontosan erről volt szó. Tehát elfutottam idáig. Kettő darab olyan lőszeril, amit fel sem tudok venni. Te most szopadsz! Endgame-nek hívják azért. Aj, de sok, hosszú. Hát nézd már meg ezt a ránt. Hát Sebastian kétszer megdöglik, míg odáig elér. Hát mondjuk... Igen, ebbe jó. Ebbe jó. Rúgjad ki. Úgy. Megérdemli. Beszédes az autokorrekt a bort kétszer is bőrre javítja ki. Hát... nem tudom melyik a jobb helyzet. Nekem ez nagyon bosszajtónak tűnik amúgy. Dehogy is. Hát nézd már meg. Valig vastagabb mint a... Nem vagyok boldog miatt. Nem, ez nem bosszajtó. Túl gyorsan nyitja, hogy bosszajtó legyen. Aha, ez sem olyan büzei faszom hely, bazd meg. Nézd már körül, ide ki jön élni. Ide halni jön az ember, és azt is csak fájdalmasan. Kicsit úgy néz ki, mint a... Na, melyik volt a... A széttörve. A széttörvének volt ilyesmi a pincerendszere. Az úrod be róla. Ez a szép zomba vezet vissza. No. Vártam egy hasonló poént egyébként. Want to go home. Légy, vártam egy hasonló poént, a szép volt, Geri. No. Lezili. Jó, feladom. Menjél bundás kenyeret csinálni. Asszony. Ahelyett, hogy ilyen pice marhaságokról beszélsz. Két ajtó. Nézzük meg ezt. Rúgjad be. Étek ne a telefonomra. Az egy korterembe vezet. Ez pedig lifthez. Oké, a lift az valószínűleg az lesz a tovább menetet, tehát itt van loot. Meg enemy, gondolom.
Alig találkoztunk még eneművel, szóval most egy kicsit gyanús. Gyanús a The Hollow. Ülek ott kettőzni. Azon. Ott kettőzni. Nem nyugtat meg ez a hely. Kiérünk egy virágos mezőre, ahol csak egy tolókocsis bácsi fog minket várni. De ez nem Bloodborne. Nem? Nem. Csak ennyit a nyugtató helyekről. Jó, hát mondjuk... Most nem tudom eldönteni már, hogy zuhanunk-e amúgy basz. A DLC után... Olyan sokáig mentünk, hogy elájultuk. Ahol értem. Elaludtunk közben. Valami titkos helynek kéne lenni, mert ott volt a srác, tehát arra kell menni. Nem erre. Vagy mégis? De akkor mi van fönt? Elég. Nem tudom. Kicsit elvesztem, hogy őszinte legyek. Várj, és ott van a loot, amit kerestem. Sejtettem, ha kijövünk, valami lesz. Na azt hiszem, hogy ott a srác. Ott, tehát valószínűleg oda kell menni. Cutscene valami hasonló is lehet akár. Uh-huh. Ennyi. Ez már nem Leslie. Egy Leslie nem így közlekedett, meg nem így nézett, meg mosolyogni nem mosolygott, tehát hogy... Főleg nem az a keserédes mosolya, szóval... Kicsit máshonnan ismerős. Szerintem nézz el előbb lefelé. Igen. Aztán utána a toronyban... Azt akartam mondani, hogy oké, hogy arra kell menni, de itt akkor is lenni kell valaminek. Én biztos vagyok benne. És biztos megéri lenni. Ha meg tippel nem kell, akkor meg a torony tetején lesz a final boss. Meg. Eléggé adja magát. Mindezért. Oké, de az mekkora mángeci? 5K-s, az nem rossz. Ez én nagyon rossz számítottam, hogy már akkor az üvegünk, tehát egy így. That's what she said. Látjátok, a korral majd ti is üvegből fogjátok kivenni az uborkátokat. Mi? Én az üvegre mondtam, te meg azt mondtad, hogy te what she said. Tehát akkor... Nem az üveg részére koncentráltam, szóval... Aha. Na haladjál. Mit, hogyha egy ilyen pot helyzetet vélnék felfedezni? Rosszul gondolod. Aha. Jól van. Kis mellékajtóban mentőhely, meg lehet fejleszteni. Na? Semmi? Na, akkor még megszívhatjuk.
Nem, mert last tag point. Ja, itt töltem meg a izéket a... De ez az őrültek háza rész. Hát, kicsit úgy is néz ki. Ide becsolom, mit mondok be? A kurva! Grammatok ilyen bicsosan ilyen. Személyre vigyázzunk. Rubik's. Aha, kerüljük. Aha. Meglátod. Köszönjük. Thank you, boy. Hasznos volt. Poor guy. Rest in peace. Oh jaj! Rest in peace, bitch! Nem bírtam kiállni. Remélem, hogy ez nem tesz a játék további részében semmit. Ilyenekem múlva. Ja, itt vannak a rendőrök. Oh. Akiket az elején tudod lelőtt. Uh-huh. Hoppá. Oh boy. Tudod, hogy izé ők bennéget, igen. Aha, a tűz. Tisztára, mint izé a Freddy vs. Johnsonban volt a... Hogy mindegyiknek az a gyengé, amiben megsérült. Aha, volt olyan fiam, hogy Freddy vs. Johnson. Johnson? Aha, a Jason, na. Jason, azért mondom. Na, majdnem ugyanaz. Jéjjéj. Jéjjéj, ja. Ó, ezért kellett vigyázni a szemére. What the fuck? Mi ez a szemtelenség? Ez nem normális. Szemedgyönyörköketű a táj. Oké, és... Hát most én szívem szerint ezt csinálom. Mit szólsz? Szabad ilyet? Ha? A Rubik Party, szabad ilyet? Aha, jó. Jó arcokat. Mindegy. Freddy Krueger miben sérült meg? Leverték egy domborzati térképpel? Felgyújtották! Várjál? Nem tudom, azt sem láttam. Sőt, egyik... Szerintem egyik ilyen kultikus filmet sem láttam. Shame on me, de... Valószínűleg tartom. Ez hatékony volt. De akkor tisztelje van, azt rám akar jönni, hogy megüssön. Ó, neked viszont nem jó a... Ó, bazd meg. Ó, izéből a haláli hullák hajnalából a dagisrác, tudod? De az mondjuk egy jó cucc. De amúgy nézed ki. Én salom, hegyes halom. Bazd meg! Hogy nem láttad ezeket a filmeket? Úgyhogy... Úgyhogy nem láttam őket, tehát túl sok film van, és nem tudom mindet megnézni. Meg én amúgy sem vagyok túl nagy horroros, szóval ezek mindig kimaradtak. De láttam olyan csodákat horrorból, mint a Grizzly például. Vagy például mondjuk a Super Cápa VS. Igen, igen, a fú. Kolosszus, vagy mi a tökön volt? A volt valamilyen volt. Valami olyasmi. Jó, de hát meg a cápa már mivel nem küzdött, szóval... A Megalodon. Most olyan paraszt leszek. Az óriás kolikosat láttam, arra emlékszem.
meg a... Oh, hello. Á, te rohadik. És újjas polip, igen az egyik, viszont ez valami kolosszussal vagy mi a tökömmel harcolt akkor. Annyi volt a lényeg, hogy valami, azt hiszem orosz ésper vagy szovjet kolléga, mert hát mi más, csinált egy ilyen baszott nagy világleigázó robotot, és azt valahogy fölébresztették, aztán nyilván a mega cápa küzdött meg vele, mert hát mi más. You died. Be egy vasat. Helyes halom. Piton VS-ból. Nem, a Pitonból valamelyik másikat láttam. Meg a izét, a valami óriás hangja, Marabunta vagy mi a tököm. Jézus! Azt is láttam, az borzalmas volt. Az borzalmas volt. Nem is hangzott jónak. Hát a szokásos szisztéma, tudod, hogy kísérletek, stb. Aztán ilyen nagyon lópoli óriás hangyák igazták le a világot, és nem abba haltál bele, hogy ők savasok meg ilyenek, hanem ránéztél, és annyira boxeles volt az egész, hogy elszörnyedtél rajta. Ó, bazd meg! Na, bazd meg! Kokodrilló. Jó, barom! Kokodrilló. Várjál. Bóvé és Piton, itt az egyik, de... Hú, 2,8-ot kapott IMDb-n. Piton 2. Anaconda, ez volt az! Igen. Dino Croc vs. Supergator. Csak jó lehet. Nem, az Anacondát láttam, arra emlékszem. Szín, nagyon szuper. Milyen jó lehet azoknak, akik egyszer szerepeltek egy ilyenbe. Meg a piranyavé és óriás krokodil. Ilyen piranyás is megvan. De szerintem az nem meg a piranya volt, csak sima piranya. Hú, mennyi ilyen tresszalt láttam, de minek? Nézhetem volna helyette minőségi filmeket is. Checkpoint! Yeah! Királyok vagyunk! Yeah! És hát én igen mindent felettettél, meg jobb vagytok. Hát dicsérjem már magam, mit szopok. Ne azt vedd fel, hanem menjél. De ezek Predit nem vágod. Hát én se, de ő se engem, szóval. Még. Pedig ő egy igazi államférfi. Hot guy. Oh boy! De hol van, amit nem eltem meg, és mi a baj? Vagy az a baj, nem a szemet lövöm? Hát én most ezt nem értem. És nem szabadott volna meg, valami meglátott, oké. Okay. De mi? Ó! Oh. Amúgy ezt a kurva nyílpuskát berakjuk alulra, amit szóltok. Tégy úgy. Fasz meg. Fuss. Ne! Fuss már innen, fuss innen. Gyertek csomóra, ez az. Dagi. Ops, ezt kurvára elmértem, nem baj. Jó. Oh. Hát a
Aztán még kellett. Amúgy ő láncfűrészes. Most egy aknavetővel van. Nem. Most már nem. Miért hittem azt, hogy úgy jól el lesz ott? Gyilkos méreg. Szerintem az kell, is, még így is allergiás szerint, vagyok a méhekre. Szerintem az is meg volt, meg... Fú, mi volt még? Méhes? Nem, azt szerintem keverem azzal, ami természetfilm volt a méhekről. Nem tudom, volt egy csomó ilyen. De tudod, film pluszon adtak egy rakást, aztán gyakorlatilag az összes, ami ilyenkor ment, az valahogy ott ragadtam, aztán kulturálódtam. Mi te ezt annak hívod? Viszont még mindig a kedvencem a Birdemic című csoda. Vezess bele. Az lesz, csak ezt el kell jönnöm, hogy tudja craftolni. Húha! Nem baj, inkább ez fogjon. Nem, téged nem ezzel fogunk megválni. Spórolunk. Ja. Bőrde, mik a legepikebb? Az biztos. Az biztos. Hú. Majd elszállt át. Az a Mustang elvitte a költségvetésnek a felét, és mennek benne körülbelül 20-szal. De azt nézhet a 15 percig, szóval zseniális. Múlt körülön szántamból kezdtem el nézni. Az szép volt. Na mi jön még? Azok a nagyok. De rengeteg agyú. Mindkét részét láttam. Hú, annyira nem voltam hardcore, Geri. Hogy a Birdemic 2-t is megnézzem. De majd valami nagyon elbaszott pillanatunkban csinálhatunk egy ilyen szababulitre, hogy Birdemic-et nézünk. Amíg éltek, nem felejtitek el a papagáj kolibri gifekkel. Ez a baj, Katának így is papagája van. Tehát, hogy tudom. Nem feltétlen akarom én azt. Tudom. Olyan vizuális effektek vannak benne, hallod? Movie Makerben ráraksz egy robbanás gifet, de elfelejted levenni a hátteret, jobban néz ki. Jézusom! Ez nem hangzik jól, ugye tudod? Zseniális, zseniális, legenda. És tudjuk, hogy a BFG 9000 után egyetlen egy epikebb fegyver van, az pedig a válfa. Vagy a sárknádóból a bárszék. A bárszék az is jó, igen. Úristen. Hú, pedig Sharknadóból is kettőt láttam. Phase 2! Phase 2? Aha. Mi a Phase 2? Ó, hogy azok testen lövésztek. Kemper gecik. Sébe már reportoltak volna titeket. Jó. Ha ők testen lövésztek. Akkor te nem vagy. Az is szép. Válfa! 5 ponton kiülöd az erdőből a tűz, hamarabb eltűnik a jelenetben, mint hogy lemegy a séd. Igen. Igen, 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 igen. Ú, zsemi. Storytime, miután felgyújtották az istállat, ahol Rubik megégett és nővére meghalt, az apja őt elrejtett a világ elől, majd megölte mindkét szülőjét, és mert azért akarta létrehozni, hogy az emlékeiben újra Laurával lehessen, és újra boldog legyen. Csak ugye a Mobius lefoglalta, és megölték Rubikot, de mivel csak vele működtek a gép, a kor maga Rubik agya. Na, én meg elmentem kajálni. Jó étvágyat, Geri! Azért ez... durva. Ja. Most nem tudom, mit kell csinálni. Ja, hogy ott van, jó. Oké. Okay. Eddig nem volt ott. Ott volt az a valami, ott volt, látod? Ott.
Ó. Oh. Álljál föl. Sunyi. Nem kell felállod. Jó, az így. Jó. És most? Visszük a válfát. Válfa kemény cucc. Húha, gyerekek, hogy te ezt tudnátok. Vannak bajok. Válfa durva. Válfa kell. Ó, az is kell. Viszont Stephen King filmeket sokat néztem annak idején. És tudtad, hogy Stephen King is nézett krisztiános filmeket? Valószínűleg nézett, hát. Kevésbé zavar, mint amennyire szerettem volna, hogy zavarja. Maradjunk annyi baj. Hello? A kujó. Ne. A kujon? Nem. Rosszul hangsúlyoztam. Na. Mind blowing. Do it. Na, no, do it. Oh. No. Jó lesz. No. Ez nekem nagyon nem tűnik jónak. Bármire tűnik, csak jónak nem. Kuon? Nem, kujó. Vagy cujónak szokták mondani a nagy öregek. Igen, cujó. De... emlékszem, az viszont traumát okozott gyerekként. És szerintem az egyik legjobb film a King-féle cuccokból. Jó, hát nyilván a régi King-féle cuccokból. A tűzgyújtót még szerettem, arra emlékszem. Meg a tűzindító. A horrornak horror-e? Hát... Neked mit jelent a horror? Hát... megijedsz bennem? Akkor nem feltétlen mondanám horrornak. Nem tudom megfogalmazni, hogy ezt milyen műfajba soroljam. Mert egy pásztor kutya van benne, hogyha jól emlékszem, ugye őt hívják kujónak. És vele történik valami, ami gyakorlatilag spoiler az egész történetre nézve. Nem, akkor nem horror, hogyha a jumpscare-ekkel teli hányt dolog a horror. Ez nem olyan. Ez nem olyan. Ne. No. Kettő! Hát, bazd meg! Csodálatos az a játék. Ilyen pont most zárta ide. Dodge. Nincsen dodge. Vagy bagolj át rajta, az is megoldás. Oké. Bazd meg! Nem! Ott ott! Animáció közben nem tud megütni! Ez Dark Souls, ez máshogy működik. Ott? Jó, az egyik úgy néz ki, hogy eltűnt. Használnak neki a rárabbanást. Neki nem. Na, neki nem. Még. Hát
megvan, amikor megpróbálsz mindent hozzávágni, csak hogy meghalljon. Ez most kicsit olyan volt. Ami épp a kezelügyébe akar. Ez egy banánt. Igen. Jó, geci. Serpenyővel neki mész a mindennek. Igen, serpenyővel, tényleg, ilyen PUBG-son. Júj, 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 srácok. Van baj. Most körülnézek, hogy valahol még amóció. Mert kifogtunk ebből a bu. Kettő darab egészet kaptál. Több, mint a semmi, akár hiszed akár. Több, az tény. Ebben annyit voltak még itt ilyen dolgok. Ezeket itt... Azt nem tudom felvenni. Oké, és ezeket tudom is selejtezni. Nem. Miért is tudnám? Szó buzis. Hát ez ennyi volt. A brutálisan fosztosan kevés szóval tudnám jellemezni ezt a... És előtte azért adott rendesen muníciót pedig. What? Ja, hogy nem szabad belejönnem a fénybe. Oké. Ki hitte volna a tolókocsi a legkeményebb akár a játékban? Amúgy ezek annyira rohadt ötletes mechanikák, tehát ezt még legalább tudom értékelni. Ez egy checkpoint volt, oké. Okay. Aha, akkor azt itt kéne elmenni. Melyiket nyitottad ki? Ezek szerint a rossz oldalt. Ez még legyen itt azért. Hát meg ez. Lemenem fogni azon kívül, hogy sebződsz. Még jó, meg is basz, mert visszadob a pályára. Tuting, azért megfordult a fejemben, hogy kíváncsi vagyok, mi van, hogyha fölrobban, de sejtjük, jó, sejtjük. Én nem vagyok. Legalábbis sokkal kevésbé vagyok oly kíváncsi. Nem azt mondtam, hogy robban föl, jó? Csak. Igen. Értem. Értem. Tehát megint nem látom, hogy hova futok, csak ne fussak olyanban, de nem kéne. Jó lesz az. GG! Jól van, megoldjuk azt is. Oké. Okay. Nem akarunk tudni. Nem. Orosz mafiózó. Nem. Méred fel. Nem orosz. Ukrán. De figyelj, nem a mafiózót mondtam, hogy nem az. Az arató az ott az mi az? Farming szimulátor. Na kombány. Lábazd meg! Nem, össze-visszába kell futni. És természetesen hátrafelé, tehát... Igen, mert ha véletlenül látnám, hogy merre kell futni, még a végén sikerülne, bazd meg. Ez kajak nehezebb, mint a boss fight.
Na itt is vagyok. Jól van, Geri. Mikor már lettél? Tud az agyakra. Ugye még mindig a bőrdemikről van szó. Most már igen? Ennyi? Ezek szerint nekem kicsit hosszabbnak tűnt. Borsó, leves meg bundás kenyér. Mindenkinek bundás kenyér van, csak nálam nincs. De nálad nálam van bundás. Szarul érezni magam. Szaladj le kenyérrel, meg tojásíros csinálj. Na, majd csinálok. Már vacsoráztam. Ja, neked annyi volt? Majd holnap rétjentek. De azért hozhatnál ide is. Amúgy szívesen lennék. Igen, szívesen most. De már vacsoráztak, de azért hozzám. Hát jó van, hobbit vagyok, tudod. Hát első vacsora, második, harmadik, utolsó. Ja, hogy ez így megy, ó, értem. Amúgy nem nézhetjük meg a cégkel a bőrd, amiket jó sok PR társaságában? De ezt már ecsepeltem az előbb neki, hogy... Szerintem pont a kommentek ajánlik. Egy szebb pillanatunkban meg lehetne nézni a bőrd, amiket... Amúgy rohagy meg a toronyban, lesz. Egy PR társaságában szerintem csak segít rajta, hogyha be vagy basszva. Értem. Tehát akkor négy üveg. Ez négy üveg, az. Négy üveg, az fejenként egy üveg volt, ezt aztán megoldjuk. Vodka fon. Szeretném. Hadd törögjön. Jó, megvan, itt lenn van a gépen. Tényleg. Ez sok mindent elmond róla, de nem szeretném valami tudni. Mert... Tényleg lenn van a gépen, nem tudom mi a fasz keres, de lenn van. Jézusom. Ez beteg. Ott van egy ajtó, menjünk oda. Ne, nem oda, nem oda. Vodka, krumpli likőr, azaz. Vizecske. Bőrd, de még sok emberről 2010, itt is van. Help. Várja. Megkeresem az ikonikus jelenetet. Csak a lássad 2010-es minőségű vizuális effekteket, Laci. De most játszok. Tudom. Ó, már pörög is. Ó, igen. Ez már quality, nem zöld vászon. Jézus. Jézus. Az a szél, bazd meg. Shunen, várjá. Ó, ne jó. If you know who this kid is, if you know anything, you know why he can't be allowed to live. Bullshit. It's Rubik. He's the one that... Itt mennek Valfával a... Ó, itt vannak, itt van, várjál. Ott, jönnek, ott. Jézusom. Ott. And it's gone. Hangot még nem is hallottad. Hát nem. Túl. Na mindegy, beküldök egy képet chatbe, csak lássátok, hogy 2010-ben milyen csodálatos vizuális effektjei voltak ennek a filmnek. Ejj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 j
nem tudom, számomra hihetetlen, hogy kiúl és így felpofoz, de reméljük, hogy ilyet nem is fog csinálni, egyszerűen elég, ha széjjel lövöm. Wow! What? Jó, hogy beszív az agy minden. Aha. Na szóval... Fúj! Itt van ez a csoda. Tekintsétek meg! Húztam.
So much agy. Remélem, mint ki van írva egy plusz 18 stream. Dehogy is. Jááááá. Szevasz, Rubi! Szép vagy, bazd meg, mint mindig. Köszönöm, hogy jól néztek. És azt, hogy túlélted. Értelek. Tudod, hogy a Mortal Kombatot is hallod. Mint egy szívátültetés. De húztam oldalra, azt most hogy kapott el? Ez a szívátültetést meghallgatnám németül, hogy hangzik. Írd be Google fordítóba. Most már engem is érdekel. Jó. Hát ebben semmi extra nincsen. Csalódott vagyok. De nem hallom. Herztransplantation, később nem tudom. Nem tudom, mert angolosan tudnám mondani. Úgyhogy nem tudom, hogy hogy ejtik. Herztransplantation. Nem tudom. Nem akarod csalódást. Ilyen lelassított. Herz. Herz. Herztom. Még léci. Gépuska. Elenged. Úgy, jó elenged. Szejt. Na. Fogd már meg. A de kurva. Csak a sar. Érted, sose volt semmi értelme. Fa. Lőjed. Lati a sniper. Meghalt vagy nem? Meghalt. Hát az... Szerintem meghaltál. What the fuck? Surprise! Valami durvabb német szóra számítottál? Igen, mondjuk olyan, hogy... Naturweisenschaften. Vagy ilyenre, hogy Gesslecht Verkehr. Schmetterling. Naturwissenschaften. Kapta rendesen most. Igen, most mire kell? Már megint sniper elit? Azaz! Ops. Tudjátok milyen ész kontrollerre jó a célozni így? Úgyhogy semmi aim assist nincsennél a résznél. Legalább valami maradt volna nekem. Ez a fizika. Na azt nem mondd, hogy már ezt is túlélem. Kjöp, pazudj. Nem igaz! Ez itt egy kicsit japán nekem, ne arra ugyatok meg. Ne kérd, hogy ezt kiejtsem, jó? Mit kell lőni? Gondolom őt. Most elmaradva a cél is. Hát az úgy esélyes. Azt nem mondta, hogy le fog állni, hogy eltaláljam. Tehát én azt hittem menet közbe kell, aztán érted, én így rutinszerűen lőttem. Istenemre mondok olyat még. Fon pár. LSD trip, erősen. Amit végigművelhetsz ebben a játékban, szemétláda. És van. Hát, légyél büszke magadra, bazdmeg. Anyád, ha így látna, szerintem elküldene, hogy... Hát nem jött be. Jó, csak egy lövésem volt. Amikor a horrorjáték átmegy tentek a pornba.
Nem, polip már volt. Polip ez, volt ez, már. Ez most rosszabb, mint a tentek. Igen, volt már polip. Meg sok karu néni is. Meg minden. Mi volt még? Na, nem tudom. Szép fej. Hát igen, szép fej, az oké. Okay. Ó, kutya. Kutyám maladsz disznó. Igazad van, az is. Az is, meg azok az óriások. Na, last shot. Fejbe Rubikot. Ezt akarnám. One of the many trófea. Volt Shiva. Volt Shiva, igen. Nem volt ennyire jó, mint gondolod. Én nem szerettem. Kárban ébredek Hanyingerre másnaposan, low budget matrix. Érkezek a GG-k. Köszönöm szépen. Még nem tudom, hogy vége van-e, szóval még most nem feltétlen gratuláljatok még. Szit lőjük! Add ide! Ne, takarodsz a faszomba. Oké, akkor megöllek. Érted? Ez a beszéd, gyerünk! Öljen meg! Tapossad el! Lőjél bele! Ugyozd le! Valamit, gyerünk! Ez a beszéd! Na, végre tökös! Amerikai focis, hogy elrúgtam volna. A kurvája nézd meg, hogy kijött. Leave that one. And those two. They're not going anywhere. No one can. Igen. Azzal, hogy az agyat kiszedte a rendszerből, hogy nem omlott össze a világ? Hát már összeomlott. Tehát nem láttad a igen. Többi részét a játéknak, de nem arról volt híres, hogy az olyan rendezett és jó. Csak ugye rögtön össze kellett volna omlania. Nem, kb. Megszűnt gondolom, az a világ. Gondolom erre. Hát nekem, gondolom erre gondolt, Geri. Nekem úgy tűnt, hogy... Tehát ott nem lett volna idő arra, hogy még eltapossa, hanem amint kiszedi, kikapcs. Hát nem, mert ugye már átvette a felett az irányítást, tehát ő lényegében ezen kilépett. Újabb nap az irodában. Valaki még kijött? Mégpedig Leslie. Wow. Amikor vízzé csinálta. Szuper. Ó, göcsi. Hát akkor ennek közel sincs vége. Sem szűnt volna meg. Hát igen. Francia tudja. Szerintem pont ezért nem szűnt meg. Mert ő már benne sem volt. Olvastam úgy, hogy Leslie helyén az full a zsák, de nem tudom. Fura! És M credits, szerintem.
Az nem hulla se. Nem, nagyon nem. Az bármi volt, csak nem. Igen, de Gerrynek igaza van, hogy a rendőrök nem, vagy Kata, hogy a rendőrök nem látták. Aki bent tudta hagyni az agyát úgy egy rendszerben, hogy közben kilépett, az nem biztos, hogy úgy távozott el, hogy az ember. Nekem tudja, hogy Rubik valamilyen formában kiszabadult. Ez valószínű. Hát ezt adja a dolog. Ez valószínű. És credits. Gratula. Hú, srácok! Biztos, hogy lesz kettő végigjátszás. Erre a szavamat adom. Én kibaszottul élveztem. Ez egy zseniálisan jó játék volt. Beteg, elvont faszjáték. Nagyon gyűlöltem egy két részt benne, mert foshatós, mint a getim. Sőt... Diacik? Ezt meg kéne lenni előbb. Igen, van... Kettő vagy három DLC-je van? Két DLC-je van. Abból az egyik, azt tudom, hogy a csajjal vagyunk, tehát Kidmannel. Kidmannek a... storyline-ját visszük végig. Viszont a másik DLC-ben Safeway-jel vagyunk. Ami önmagában egy kurva érdekes dolog. Tehát neki is van... Tehát elméletileg őnek is van valami indítatás, hogy ő miért van ott, mert ő ugye... Szeri, halió! Hali, köszönöm szépen! És ugye a... Szó szerint a végére. Szó szerint a végére. És ugye ez rendszeres lesz. Széfej, ő valamilyen programhiba vagy valami ilyesmi, mert ugye ő a saját halála árán is újra tud életni bárhol, ahol ez van. Meg ugye ez az egész szép motivum jelent valamit benne. Gőzöm nincs miről szólhat, de nagyon szeretném egyszer végigtolni, szóval majd nézem, hogy le lesz árazva. És... Ja, elég jó áron szokott lenni egyébként, hogy és amikor vettük, akkor is ilyen 2000 forint környékén volt ez. Hozzátoljuk, meg ha meg lesz a Capture Card, akkor toljuk a kettőt, mert ez egy kicsit húzósabb rendszerbelileg, és nem biztos, hogy el fogja tudni vinni kamera szemcsésedés nélkül. Tehát az biztos, hogy a kettőt már csak Capture Card-dal fogjuk tolni. De mindenféleképpen szeretnék akár DLC-t is, akár, sőt, kettőt biztosan, tehát az nem akár, az biztosan lesz valami zseni jó. Ez kurva volt. Én nagyon élveztem, srácok, nem tudom nektek mi a véleményetek, így a sztoriról és az egészről, tehát azért próbáltunk közvetíteni nektek, meg azért lehetett látni nagy részt a dolgokat, tehát az angol nyelvtudás sem feltétlen volt szükséges. Várom a véleményeket, na meg nagy tisztelet mindenkinek, aki ezt megcsinálta. Mert ahhoz képest ez egy nagyon odabaszós játék lett. Nem is tudom mikori, de szerint... 14-es, hogyha jól emlékszem. Tehát azért 14-hez képest én azt mondom, hogy azért... Fasza volt. Na, örülök, hogy mennyire jött 14-es, igen. Mennyire jött át a horror feeling, Roli? És ahhoz képest egy 14-es szerintem Canterbury nagyon sok játék. Igen, egyébként. Mondjuk nyilván a kamera optimalizálatlansága az benne van, de ahhoz képest... Ki lehetett volna rakatni nagyba, csak alapvetően ez az egész nyomasztó, zsúfolt érzés, ez nekem adott az élményhez, meg így legalább nem takart ki semmit a kamera. Jaja. Tehát nekem így nagyon-nagyon adta ez az egész. Nekem kurvára tetszett. Ennek örülünk, Roli. Ez a lényege az egésznek. Nagyon örülök. Egyébként nekem is. Nem fogtam föl belőle sokat így elsőre, megmondom őszintén, mert ugye volt, amiről lemaradtam, így hang nélkül sem feltétlen volt ugyanaz az élmény. De azt az atmoszférát, amit meg akar teremteni, azt nagyon adta, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy végig fogom játszani én is szólóban. Már csak azért is, mert tényleg nagyon-nagyon a Silent Hill-re emlékeztet. Az anyulni sosem, mert féltem, hogy fosakni fog. Hát igen, ezt beszéltek az elején is, hogy neked azért... Én a Resident Evil 7-tel vagyok így amúgy. VR-ban. Az meg hú, én még simában sem, nem hagy az éve. Gyerekek, az egy olyan elborult játék, amilyet én még nem basztam. Van egy ismerősöm. Tehát ez ahhoz képest szerintem kis lufi. Hát az biztos. Van egy ismerősöm, ami végigtolt a VR-ban a Resident Evil 7-et, és azt mondta, hogy élete VR élménye. Gyakorlatilag. Hát én elhiszem, mert az nagyon para. Az nagyon para az a játék.
Viszont én nagyon alapvetően nagyon meg voltam elégedve, ha már így a szinkron hangok és az egész mindenséget itt mondják, tehát én a hangeffektekkel mindennel nagyon meg voltam. Teljesen korrekt volt, nagyon odarakták. Gyerekek, ez egy jó játék. Ez egy jó játék. A maga 2-3 ezer forintjáért, amiért meg be lehet szerezni, az meg nincs kategóriát. Hát, meg ingyen van gyakorlatilag. Tehát, ezért is vagyok nagyon PS párti, és ezért is döntöttünk annó a PS mellett, mert ez így... Akkor most Nio 2-ig nézzük a Witcher 3-at, aztán jöhet a Nio 2. Tohatod a Nio 2-t. Dark Souls lesz majd. Meg hát, Doom, viszont azt még el kéne dönteni, én megyek haza majd egy hétre körülbelül, néhány napra, és fogalmam sincs, hogy otthonról mi legyen. Beszéltük a 2008-as Prince of Persia-t, amit én szeretnék amúgy. Eszembe jutott a King's Bounty, ami egy kicsit ilyen Heroes of Might and Magic jellegű kommandírozós körökre osztott móka. És gyakorlatilag nincs benne olyan fantasy lény, ami ne szerepelne benne. Úgyhogy nincs olyan fantasy lény, ami ne szerepelne benne. Meg jó ég tudja még. Command & Conquer Tiberium. Ja, az ilyen Tiberium tényleg, igen. Igen, az aztán valamicske hálós marháskodás szintén beszéltünk, hogy akkor valami free to play vagy olyan játék, ami minden nyúlnak megvan, és akkor esetleg veletek is igen. Lehet róla szó, hogy valamit játszunk. Én továbbra is adnám a StarCraftot, ha jönne valaki. Senki nem jön. Brawlhalla. Az a baj, hogy a Brawlhalla ugye PS-en van meg, és... 2008-as popba belenéznék, csak nem tudom milyen, mert mindig fikázást hallottam róla. Azért én fikázták toltam, sokat, mert... Nézd végig! Ha tetszik a látványvilága, jázd végig, és utána gondolkozz a fikázásról. Egyedi és más, mint az elődei. Pontosan. Ezért fikázzák ezt kell benne fölfogni, hogy az nem a Sands of Time trilógiának a része, hanem egy újragondolás, és hát onnantól... Hát meg bőven kívül van a dolgon. Onnan, tehát... Igen, tehát az egy különálló játék. És... PS3 nem kell hozzá. PC-n, a halon egy potétó PC-n is elfut. Az i3 úgy viszi, mint a parancsolat. 2008-as reboot nagyon állat. Hát lehet, hogy eldőlt egyébként, mert én is nagyon hajazok azért. Akkor felhozom, majd csak emlékeztes. Futtatná. Biztos, hogy futtatná. Mondom, egy ilyen nagyon 1,6 GHz-es i3-as viszi. De úgy, mint a parancsolat. Videokártya integrált, alaplap integrált videokártyával. Tehát ez egy laptop, egy irodai munkalaptopról beszélünk, tehát semmi komolyról. Az egy jó kis game volt. Az egy jó kis game volt. Én sem játszottam vele túl sokat, mert akkor még középsuliban... Szeri, te ismered Dávidot. Nem is tudom, minek becéztük. Fran se tudja hirtelen, osztálytársam volt, Fehér Dávid. Nála láttam, ő nagyon nagy Prince of-os volt, és... És ott már tetszett. Daddy-t, igen Daddy, tényleg Daddy-nek hívtuk. Daddy. Jaja, azaz. Na, szóval nála láttam először. Azaz, igen, úgy. És nekem tetszett akkor is, csak nem játszottam vele sokat. Viszont egy próbát szerintem megérne. Úgyhogy, hát akkor lehet, hogy jövő héten azt pörgetjük. Én meg igyekszem minél hamarabb visszaérni, aztán meglátjuk, hogy utána mik lesznek, meg hogyan. 20-án jön a Doom. Március 20-án jön a Doom. Úgyhogy, azt jó lenne akkor kezdeni. Azt jó lenne akkor kezdeni. 20-a várja, ez milyen nap? Péntek, azt hiszem. Az még okés is lehet, amúgy. Pénteken, ilyen 11-2-3 órakor... Van 7 napra végignyomni a Nio 2-t. Igen, mert az meg ugye 13-a. 13-án én mást fogok nyomni. Hát igen, 12-ére van egy mérföldkő, egy lehetséges mérföldkő az egésznek a... Ha majd biztos lesz, akkor majd úgy is számolunk be nektek a dolgokról. Addig csak csendben. Addig borzongjatok.
Most? Machine-nek wired. Most? Kaptunk egy gépfegyvert. A kurva anyátokat, ennyi, azt! Ennyi, New Game Plus. Hát mi a geci? Ötvenezer skill pont. New game. Tehát új nehézségi fokozaton. 13 óra 7 perc alatt vittük ki kb. És 36 halállal. Haltunk meg. Az nem is rossz. Arányaiban nem. Ez srácok. Ez szerintem 36 halállal, az nem is rossz. Többnek tűnt. De viccen kívül. De én azt hittem meg volt 100. Többnek tűnt. DSP. Ez egész faszavó volt tényleg. Köszönöm szépen, srácok. Hát ez így akkor megörökítve lett. Ez, nem tudtam, hogy ez van a végén, de megérte végig pörgetni. Ja. Na figyelj, srácok, akkor elmentjük egy Prince of-hoz mit szólnátok? De komolyan kérdem. 2,5 óra a world record. Hát addig még lesz mit tanulni, de... Wow! De majd igyekszünk. Geri, fine, Roli, nekem jó. Sometimes running away is the best strategy. Igen, az működött. És itt a New Game Plus. Nem tudom, mit vagánykodtok most itt a 13 órával, hát én sem. Jó van, csak megosztottuk, ha már feldobta a játék, de amúgy nem tetszik, hogy véres lett a háttér a New Game Plusnál. Jó. Sziasztok, megyünk ki a faszomba. Jó, ez eldőtt, tényleg húzzunk a vérbe. Meg szerintem Ágikámat meglátogatjuk, mit szóltak hozzá. Ó, mittől? South Parkot. Gyerekek, menjetek mulatni! Úgyhogy, Geri már volt a múltkor. Nézzetek be, megéri, Ági, nagyon jó arc. Így van. Köszönjetek be, mondjátok neki, hogy csókoljuk, üdvözöljük, öleljük, minden. Csókolom, Ági van. Igen, mindenki így köszönjön be. Nem unja még a poént. Please, mindenki így köszönjön be, hogy csókolom, Ági van. Úgyhogy ráküldtem, szóljatok, hogyha megvagytok. Sásztok, jók legyetek. Aztán le is rédeljük a hölgyet. Cső.